Hamarosan újabb pályázatot hirdetnek az elektromos gépjárművek vásárlásának támogatására, a magánszemélyek és a cégek számára is. Tavaly májusban írták ki a megfizethető áru elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár beszerzésének támogatására szolgáló pályázatot. Ennek sikerességét mutatja, hogy másfél nap alatt el is fogyott a rendelkezésre álló keretösszeg, ugyanis 2053 darab jármű vásárlására nyújtottak be 1712 darab kérelmet 6 milliárd forint értékben. Időről időre támogatják a lakosság, az önkormányzatok, a civil és egyházi szervezetek, valamint a vállalatok elektromos járműbeszerzéseit. A tavalyi pályázat ebbe a sorba illeszkedik. A kormány a koronavírus járvány alatt is folytatja a klíma- és természetvédelmi akcióterv végrehajtását azért dolgoznak, hogy Magyarország klímasemleges és tiszta ország legyen. Úgy, hogy az ennek érdekében szükséges változások költségeit ne a magyar embereknek kelljen megfizetniük. A koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt fontosá vált, hogy olyan irányba tudják terelni állami ösztönzők segítségével a gazdaság fejlődését, ami hosszú távon tudja fenntartani az ország versenyképességét. Ebben a környezetvédelemnek is fontos szerepe van. Nem véletlen, hogy az Európai Uniós helyreállítási alapból az egészségügy mellett a körforgásos gazdaságra és az elektromobilitásra is jelentős összegeket fordítanak.